Az atléta palántnák edzenek a megújult Báta Székes sportcsarnokban. Az épület 35 éve nem esett át felújításon, és ez meglátszott a küzdőtéren és a fűtésszámlán is, mondta Bozsonik Robert polgármester. Ebből a 61 millió forintból megépült és átépült a küzdőtér, teljes egészében új rétegre, lakkozásra, festéssel. Ez nagyon nagy vívmánya, úgy gondolom, a felújításnak. Sikerült a lenti közösségi vizes blokkhelyiségeket teljes egészében felújítani, erre is nagyon nagy szükség volt. A csarnokot rendszeresen használó egyesületek közül a kosárlabdázók emelkednek ki, akik egy év alatt három új korosztályt is az új padlóra tudtak vinni. Pomsár Szilvia edző azt mondja, jelentősen más ma már itt edzeni, mint a felújítást megelőzően. Nagyon jó érzés az is, hogy nyilván a hazai meccseket itt játszunk le, és azért a vendégcsapatokat is úgy tudjuk fogadni, hogy egy szebb környezetben, jó körülmények között. Nyilván a parketta is számít ebbe, az öltözők, a mosdók felújítása. A beruházás nem fejeződött be, mondta Bozsonik Róbert. Amennyiben pályázati forrás áll majd rendelkezésre, egy bővítés épül a jelenlegi épület mögé, amit majd a nem labdajátékokat űző egyesületek vehetnek majd birtokba.